Szent Benedek atyánk úgy álmodta meg egy szerzetesnek az életét, hogy imádság, munka, olvasás, stúdiumnak a ritmusában töltse a napjait. Talán úgy vagyunk megalkotva emberek, hogy az egész fizikumunk olyan, hogy egyfajta teljesítményre is determinált minket a Teremtő, amikor megalkotott a szellemünket, a fizikai valónkat. Másrészt pedig kell a regenerálódás, a táplálkozásnak az időszaka is ahhoz, hogy tudjunk teljesíteni. És ez a táplálkozás forrása kettős. Egy inkább egy szellemi töltekezés, egy olvasás, és inkább egy lelki töltekezés az imádság. Néha nem könnyű megtartani a ritmust, általában a munka az, ami nagyobb kihívást teremt és nagyobb szeletet szakít ki az életünkből, de azért meg lehet figyelni egy ilyen életkori különbséget is. Fiatalabbak nyilván szívesebben vannak ott a munkában, az idősebbek azok már esetleg lassabbra veszik a tempót, de nagyon jótékonynak érezzük azt, hogyha nem csúszik szét teljesen egy embernek az élete valamelyik felé, hanem így harmóniában tudjuk tartani az elkötelezettséget, a munkát, a csöndet, az imádságot, az önreflexiót, és így a lelki táplálkozást, amikor elsősorban a Szentírást olvassuk.